Az egyik legjelentősebb útfejlesztés ért véget a nyíregyházi Makai István utcában. Az 5 milliárdos kormányzati forrásból csak idén több mint 20 útszakaszt építtetett az önkormányzat. A visszanemtérítendő állami támogatás mellett pályázati forrásokból is fejlesztették az úthálózatot a megyeszékhelyen. Nagyon fontos nagyforgalmú utakat felújítottunk, mint például a debreceni Ruter, Hunyadi utca, Kollégium utca nyíszűrőbe, vagy a Derka, vagy a Kertvárosba. Ezek mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy forgalmat bonyolítanak, nagyon fontos fejlesztések voltak, de emellett topos EU-s forrásokból is tudtunk sok beruházást, ilyen útfejlesztést megvalósítani. Itt említhetem a Széchenyi, Szarvas, Szent István utak felújítását, ami mind a három, tehát minden út komplexen, tehát más szemléletben történik már Nyíregyházán évek óta, tehát építettünk buszöblöt, hogy ne tartsa fel a forgalmat, annak hiánya. Építettünk okoszebrát, a csapadékvizet rendeztük, a járdákat kijavítottuk, tehát ez egy gyalog átkelő helyet okoszebrával, tehát ezek mind egy önmagukban egy komplex fejlesztések, és nagyon fontosak, és elértük azt, hogy a nagykörúton belül már nincsen olyan út, amit ne újítottunk volna fel. Stratégiai jelentőségű beruházás a nagykörút befejezése is, amely a tervek szerint 2024 első negyedévében ér véget. További infrastruktúrális fejlesztések tervezése is folyamatban van. A külső körgyűrű utolsó szakasza, a Tokaji úti aluljáró, az intermodális csomópont megépítése mind az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel. Országos szinten is kiemelkedő a dél-koreai W-Scope gyár építkezése. Alapkőletétel meg volt októberben, és már látszik, hogy megy a munka előre. Ez ennek a világcégnek az első európai gyára lesz. 1200 munkahelyet hoz létre két ütemben. Ez önmagában csak a gyár, itt még ugye a beszállítók és az a piac, amit jelent szolgáltatóknak, az még ezen felül van értelemszerűen. És hát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amit egész Európában, nem csak Magyarországon kialakul, egy nagyon komoly recessziós gazdasági visszaeséssel járó kockázattal, az akkor különösen fontos, ha itt pedig Nyíregyházán munkahelyteremtő beruházások indultak. Mert hogy a gazdasági visszaesés, a recesszió azt is jelenti tényszerűen, hogy munkahelyek szűnhetnek meg, de létesülnek is. A világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés ellenére több nagy beruházás kezdődhet, illetve fejeződik be 2023-ban Nyíregyházán. A stadion beruházás az a nagy következő sportinfra beruházások, az most már valaki arra jár, körvonalazódik, az jövő év végéig elkészül, talán nyár végén vagy ősszel kész lesz, nagyon modern és nagyon, hogy mondjam, városkép szempontjából is jó beruházás lesz. De indítottunk most, az elmúlt hónapokban is beruházásokat, fejlesztés, például a Derkovics-Tiszavasvároti csomópont, ami érinti a felüljáró támfalának az építése, megy most a Szélsőbokori út, és vannak most is közbeszerzési eljárásaink folyamatban. Tehát én úgy számolok, hogy a következő évben, ami szintén egy bravúr és egy nagy adomány egyben, legalább 10 fejlesztés folyik majd a városban. Kovács Ferenc elmondta, a város költségvetése 2013 óta hiánymentes. Folyószámlahitelt alkalomszerűen kis összegekkel vett igénybe az önkormányzat, a meglévő kedvezményes hitelek fizetése pedig biztosított. A gazdasági környezet bizonytalanságai miatt azonban a korábbi gyakorlattól eltérően január helyett leghamarabb február közepére lehet költségvetése Nyíregyházának.